Több nemzetközi tudós és a Greenpeace is bírálta a módszert, ahogyan az orosz távol-keleten felfedezett Z-börtön 8 lakóját szabadon engedték. 6 napig szállították őket 1800 kilométeres távolságba. Az állatokat az Ohocki-tengerben, a Szantar-szigeteknél bocsátották szabadon, ott, ahol kifogták őket. Az Orosz Halászat és Óceanológiai Kutatóintézet igazgatója megvédte döntésüket. Úgy véljük, a legbiztonságosabb megoldást választottuk. A művelet sikeres volt az akadályok ellenére is. Szakértők szerint az állatokat halálos veszélynek tették ki az utaztatással. Az orosz tudósok azzal védekeztek, hogy a két szabadon engedett karcárnyú delfin sikeresen alkalmazkodott eredeti élőhelyéhez. Rajtuk kívül már 6 fehér delfint is visszaengedtek a természetbe. A tervek szerint 2 hetente kis csoportokban fogják elengedni a Z-börtön csaknem 100 lakóját.